Amit én mondtam az adásban a Miklóssal is, az azt, hogy gyakorlatilag ezekre a kapcsolatokra ugyanazok a kapcsolatdinamikák érvényesek, mint egy monogám kapcsolatra. És nagyon fontos a transzparencia. És hogy igenis van egy alfa kapcsolat, ami neked a Károly. Volt olyan nő, akinek ez trigger volt, akinek ez ilyen gyújtózsinór volt, és azt is elmondta, hogy azért, mert egy ilyen erősen abuzáló kapcsolatból jött, ahol neki soha nem volt szava, és ha most azt meghallja, hogy alfa kapcsolat, akkor az összes hátán, az összes szőr föláll. Úgyhogy mondtam is neki, hogy értem, hogy honnan jött, és higgy el, hogy nem téríteni akarok. Még mielőtt, tehát én most így kapom szintén az ívet, más miatt, és mindig azt mondom, hogy nem szakemberek vagyunk, és nem tanácsot adunk, és nem biztos, hogy ez én utam a másiknak az útja, és nem biztos, hogy valaki ezt meg tudná csinálni, amit én megcsinálok, vagy amit te megcsinálsz. Ez egy Károly kell. Tehát, hogy azt tudom, hogy nagyon sok barátnő mondja, hogy Úristen, ha én ezt elmondanám, nem tudom, tehát próbáld meg. Tehát én ezt mondom, hogy ne becsüljük le annyira a másikat, hogy annyira kevés, hogy ő ezt ne bírja el. Tehát, hogy azt gondolom, az igazságot mindenki elbírja, a valódi igazságot. Én nem akarom a Károlyt a bázisnak. Persze, hogy bázis, de még hierarchiát sem akarok. Szóval pont ma jött volna ki egy barátom, nagyon vártam, akit én nagyon szerettem, és a Károly is nagyon szereti, és tényleg azért akart, két kemoterápia között ma tudott volna meglátogatni minket, de most nem biztos, hogy remélem ezt nem fogja hallani, semmi, mindegy. Vagy hát, nem, mert ez a baj, hogy tudjátok, lehet, mert a hogy én a magam életét azt totálisan vállalom, de azt veszem észre, hogy azért nem mindenki szereti magát ennyire kiadni, tehát ezért nehéz beszélni. Például elképzeltem, hogy kijön ma ő, és ezt a két fiút együtt fogom látni, és tudom, hogy ők szeretik egymást, és tudom, hogy az illető fiú inkább a Károly miatt jött volna ki, mert annyira szereti, és hiányzik neki, mondta nekem. És aki elképzeltem, hogy én így hazajövök, és így belépek ebbe a térbe, hogy a két fiú van, és szereti egymást, és természetesen nem fogunk hárman ágyba bújni, tehát megint azt mondom, hogy nem a szexről Nem szól. a szex, ezt ki Az akartam illető fiú, hangsúlyozni. és réges-rég túl vagyunk a szexen, mert az én őrületem az, hogy együtt laktunk jó pár évig nem, de hónapig, és pont kezdett a kapcsolatunk megint belezuhanni ebbe a csináljuk, mert már nem csináltuk 2 hete, és akkor én így ettől már feszengtem, és mondtam, hogy meg hagyjuk ezt az egészet, miben élnek az emberek, tehát így elfelejtettem, hogy ebbe, ja igen, hogy így nem csináltuk már 3 napja, akkor csináljuk, szombat délelőtt a gyerekek alszanak, most gyerek se volt. Szóval, hogy amikor őket láttam volna együtt, akkor nem, akkor, ne, akkor nincs, nincs az, hogy akkor az van, hogy mind a kettőt szeretem. Különféle módon, tehát mint ahogy ezt sokszor mondják, hogy nincs egy gyerekem van, de hát hogy nem alfa az egyik, és nem béta a másik, hanem egyszerűen a szerelem nem, még szerelem, igen, ez szerelem basszus. Ez szerelem, ez nem különböztet meg, ez a szerelem, ami van, ami meg felragyog embereken. Szóval, hogy nincs alfa nekem, na. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy persze, mert van egy házunk, egy életünk, egy közös munkánk, egy gyerekünk, tehát, hogy végtelen ponton össze vagyunk kötve, de nem, nincs hierarchia. Igenis, bárki ugyanazt a ragyogást kaphatja tőlem, mint amit jó pillanatokban Károly kap az mást is. Átfogalmazom, akkor ez az alfaság az én értelmezésem szerint, meg a te értelmezésed szerint is, ez nem prioritás, hanem jelenleg azért mondanám a Károlyra azt, hogy alfa, mert hogy ő vele vagy 1000 ponton összekapcsolódva, Igen, és igen. ő az, aki most szintén behozok egy másik embert, aki így piszkálgatta ezt a témát, és teljesen jogosan, hogy sokan ezt a nyitott házasságot, meg poliamóriát azért használják, hogy elmenjenek kukizni, meg puncizni, szó szerint, és nem gondolnak bele abba, hogy ki fogja kimosni a seggüket, amikor ott lesztek 78 ezer évesen. És mondtam neki, hogy igazából, hogyha valaki
tiszteli a másikat, és szerintem a poliamoriában azért tisztelik a másikat, és az alfa kapcsolatot, akkor pont ez az alfa kapcsolat, akinél megmaradsz, és fogja mosni a seggedet, meg majd te is az övét, és abban nem biztos, hogy nem csatlakozik a béta, most Értem, nevezzük később jövő, időben értem. eltolódó, később érkezőnek. És tudod, azért van ez az eszement vágyam, hogy egy család, szóval nekem meghaltak a felmenőim, mindenféle okokból eléggé egyedül maradtam, tehát az egyetlen rokonom, úgy érzem, a Károly, és ez egy borzalmas félelem, aki most lesz 70 éves, tehát így gondolj bele, hogy most lesz a hétvégén, most el is utazik, és mind tudom, hogy az van bennem, hogy Úristen, hogy őt így meg kell találnom. Rettenetes az, amit átélünk a monogám kapcsolatban, amikor elveszítjük a társunkat. Szóval, hogy ez így nem ér. Tehát egyszerűen nem kéne, bárcsak amikor az a pillanat eljön, lenne valaki, aki fogja a kezemet, aki ugyanúgy szereti a Károlyt, akinek ugyanúgy fáj, hogy ő, Istenettől már most sírok, aki ugyanúgy szereti, és akivel együtt közös lesz a gyászom, és ez a fiú, ez biztos, hogy ha ő nem ő lesz az első három közül, aki meghal, ő biztos, hogy fogja majd akkor a kezem. Mit élnek át azok a nők? Így nézd, gondoltam most mindegy, akik a hírességeket, hogy így azokat éli át közel, ez, hogy mit élhet át az a feleség? Kapcsolódok hozzád egy kicsit, Jó. és a monogámia vonalon Jó. kapcsolódok hozzád, a Szerelempatak filmmel kapcsolódok hozzád, hogy Igen. mennyire megható volt látni a 70 éves néniket, akik már réges-rég elveszítették a férjüket, de monogám szabályok szerint élnek még mindig, és elmondják, hogy ők hogy szereznek most gyönyört maguknak, mert egyébként a férjük mellett nem élték meg. Amellett a férjük mellett, akit gyászolnak halálukig, és nem, nagyon ritka, hogy összekapaszkodjanak mással. Abban a filmben annyira az jut eszembe, amikor a punciokról meséltek, vagy mi pókháló, valami ott mesélt. Igen, igen. De azok nem 200 éves nénik, tehát lehet, hogy 70 éves nők. Igen, Ezek igen. Hát én tudom, hogy ez megint csak olyan, hogy ne, szerintem kikapok, ha ilyenekről beszélek, de hát tudom, hogy ebben a korban, tehát ismerem, erről nem beszélhetek, mert nem az én életem, és nem mindenki szereti magát így, vagy hogy 70 évesen nem kell, hogy a puncitat venője a pókáló. Na, szóval ez csak így elmesélésekből tudom, hogy az hogy most az anyám nem élt 70 évig, de hogy a nagyanyám, dédanyám, igen, tehát hogy nem erre kaptuk ezt a mélységes még kutat magunkba, hogy idő előtt, hogy mondják, parlagon hagyjuk. Az Ja. aranykaput. Igen, igen. Ez az aranykapu. Csak bújjatok rajta. És miután az emberben van egy ilyen őrület, nem tudom, ezt kíváncsi lennék, hogy más. Van, akik mesélik, hogy milyen eszement jó még a szex. 30 év után, nem tudom, nekem ez szerelem idején működik, és pont. És akkor ennyit a szexuális életemről. A poliamória az a szerelemről szól. És a szerelem a valódi állapotában még csak a testről sem tud. De ez majd egy következő dolog. Nem fogom levinni a szerelmet így Az egyik festményed, ami tavaly május, áprilisban született, és ez a kegyetlen nők, az volt, hogy milyen kegyetlenek a nők. De akkor ez a február. Tavaly volt egy nagyon-nagyon-nagyon csúnya történetem. Ott csodák csodájára 25 év után megkeresett egy gyerekkori, tehát azt kell, hogy akkor 22 éves kori olasz szerelmem, akivel egy gyönyörű szerelmi időszakot éltem át Olaszországban, és Magyarországon dolgozott, és így a semmiből írt nekem, hogy itt vagyok. Oh, iszonyú gyönyörű volt. Egy volt a baj, hogy nem volt közös nyelvünk, de na mindegy. Nem tudtam, de hogy neki volt egy elkötetlen női, tehát egy kapcsolás egy másik csajjal, és hogy mit levert rajtam az a csaj, amikor megtudta, hogy én vagyok. És volt egy olyan kép, az egy olyan vágyat, tehát érted, a háború, ez a csaj így egyszerre, szóval ráadásul egy ilyen
penetráns, buta, ezoterikus liba volt. De bocsánat, ez, én nekem amúgy is a falra mászok ettől a gagyi ezoteriától. Gyógyító festmények, gyógyított meditációkat, tehát ott minden ez a trutyi, hazug harmónia, ami ma a szupermarket ezoteriának nevezem, mindegy, de hittem a csajnak, mert annyira jól adta elő, de amikor a kiderült, hogy én is számítok a fiúnak, na akkor ott aztán pont véletlenül ma töröltem ki a WhatsAppomat, itt őriztem ennek a csajnak a 8 hangüzenetét, mint egy ilyen mementót, hogy emlékeztessem magam, hogy ilyen mocsok tud lenni egy nő a másik nővel, és ma most nincs meg, kitörlődött. Nyomorult férfi történetek vannak, de amögött is rettentő női történetek. Szóval most egy kicsit már lehet, hogy zavaros vagyok, de azt gondolom, hogy minden nyomorúságunk legmélyén valahol a nők közötti viszály van. Pokoli erő, ahogy a nők összetudnak veszni egy férfi. És ezt ott átéltem. Ezt több képen is megfestettem egyébként ezen is. Ez volt az, amikor a csaj így egyszerűen besétált a történetünkbe, és az a szerencsétlen kis puha pöcs, most már nem tudok rá mit mondani, mert hogy egy ennyire kis szarjankó volt, úgy visszakullogott, és úgy behúzta fülét, farkát, és ment vissza anyucihoz. Nem tudom, hát az ott... a gazdasági fosbirodalom. És fél évig sírt nekem, hogy milyen borzalmas. És ami ronda a csaj is, amikor még egy-két-három órát így beszélgettünk, úgy szitta a fiút, szóval tudod, így meghallom, hogy hogy beszél egymásról két ember. És most nekem ezek után... És ez a szerelem, amihez úgy beszélt visszasétál. A csaj, úgy, mert tök jó volt, de aztán amikor valahogy megérezte, hogy én se vagyok egy olyan elnyomható kis akárki, csak van valami súlya az élényemnek is, akkor bedurgult. És valahogy egy pillanat alatt átfordult az egész, nem tudom rekonstruálni, hogy, mert a fiú már az elejétől besunyított, és így ezt néztem, hogy úristen, egy 25 évig tartó, mert így leveleztünk útközben, és végig vártuk, hogy majd egyszer találkozunk. Tehát, hogy rettenetes ezeket elveszteni, és ez egyértelmű, hogy a nő miatt volt. Pedig én úgy mentem oda a csajhoz, ebben biztos vagyok. Hibáztam én előtte sokat csajokkal, de itt nem hibáztam. Ezt nem tudom, ezt nem fejtettem meg, de borzalmasan izgatnak a férfiaim mellett lévő nők. Még akkor is, ha nem tetszenek, tehát valahogy ez egy más minőség. Valami olyasmiről beszélünk, amit nem tudok, mert nem realizálódott. Még egyszer vettem részt egy olyan kapcsolatban, ahol én érkeztem harmadiknak. Az valahogy más volt, mert ott én voltam a desszert konkrétan. Még ez nem sikerült. Tehát azt tudom neked elmesélni, hogy hányszor vagyok visszautasítva a nőktől, és ez egyébként sokkal jobban fáj valahogy, mint a fiúktól. Szóval vagy a nőktől nem bánnám el. Szóval azt gondolnám, hogy mi azért így nővérek vagyunk, vagy húgok, vagy nem tudom. Szóval ugyanolyan a testünk, ugyanolyan a ciklusunk, ugyanakkor leszünk klimaxosok, szóval ugyanabban vagyunk, ugyanolyanok a félelmeink, a fájdalmaink, mi vagyunk tényleg, mi jövünk tényleg a Vénuszról, tehát hogy mi basszus, mi rokonok vagyunk, mert azért a férfi mégis egy másik bolygó, és hogy a nőktől nem várnám el, és ez nagyon fáj. És ma azt fogalmaztam meg, hogy ez, ami vagyok, ez olyan, mint egy a vízszintes trutyiba merőlegesen bejövő valami, ami nem gondolkozik azon, hogy kész-e a helyzet, felkészültünk-e rá, itt van az idő. Tehát ugyanolyasmit élek át, hogy amikor engem ez az isteni erő 20 évesen szétbaszott, én se kértem, lecsillapodok, az eredeti ember szól rajtam keresztül. Megkérdeztetem azt, hogy mit írsz. Azért tartom fontosnak, mert ilyenkor jönnek elő a csontvázak a szekrényből a monogámiában, amikor a szerető megkeresi a feleséget, és ott, hát leegyszerűsítem, tehát ez a birtokszerzés, körbepisilés, akkor most téged választ, vagy engem választ, de tud, hogyha téged választott, hogy én akkor is ott voltam, amikor te így megkerested azt, akit megkerestél, akkor te milyen... Jó, mindenki. Igen, mi volt az, ami az ember volt, amit mondott?
egyel korábbiról szívesebben, amit már elmosott a történet. Persze. Itt egyértelműen az motivált, tehát, hogy nyújtom feléd a kezem, ennyi. Tudtam, hogy tud rólam, hogy ne az elképzeléseink alapján higgyünk valamit a másikról. Mert azt viszont igenis éreztem, hogy neki mindenféle, tehát szokásos képzetek, hogy mindenféle képzetei vannak rólam, azt hiszi, hogy én jobb vagyok, mit tudom én, milyen jobb tulajdonságaim vannak, pedig dehogy is, hát nekem is ugyanúgy fáj, én is meg fogok halni, én is idegbajjal ébredek reggel, fáj a gyomrom, akármilyen, tehát hogy semmivel, egy milliméterrel nem vagyok külön, először is az motivál, hogy az, hogy ugyanazt a férfi szeretjük, és most ezt a történetet lapozzunk. Tehát itt ez motivált, ugyanaz motivált tegnap is, meg tegnap előtt is, hogy nem tudom, hogy ez hova fejlődhet fel, de a szeretet motivál, a szerelem körbetáncolása motivál. De abba tudsz belebaszódni merőlegesen, ahol fos van, és nem gyémánt kemény alap. Most erre mit mondjak? Tehát én innentől most azért is mondom, hogy ezt innen lapozzunk. Úristen, milyen kapcsolatban élnek mások? Tehát, ha most engem megkeresne egy csaj, hogy Na, beleszólj. ezt akartam kérdezni, hogy a Károlynak volt Úristen! olyan barátnője, aki megkerese? Nem. Az a baj, hogy ezt ő nem szereti, arról a beszélek, úgyhogy most elképzelem. Vegyük azt a pillanatot, hogy ma itt írna nekem egy lány szerelmes a Károlyba. Biztos, hogy megremegnék. Tehát így, Úristen, ki vagy te? Tehát így egy világ fordulna. Először is iszonyatosan boldog lennék, hogy a Károlyba szerelmes valaki, és hogy átélheti, és Isten tudja, lehet, hogy az utolsót. Nem kívánok neki jobban semmit. Biztos, hogy akár is megbolondulna, iszonyatosan kíváncsi lennék, hogy ki ő. Ezt szeretném. Ki az a gyönyörű nő, aki, tehát, hogy érted, onnantól kezdve azt gondolom, hogy egy testvéremre találok, mert aki azért a Károlyba beleszeret, azért ő nem egy akárki basszus. Szóval, Úristen, van valaki, akivel ezt az iszonyat nagy lényt ketten vihetjük a végéig, és basszus, nagyon jó lenne. És megint visszatérek a szeretők és feleségek, és megírt levelek, és telefonhívások, és bármi, hogy ott valami olyan önismeret nélküli, kisebbségi érzéssel küszködő, közben meg egy bolygóról jövő. Igen, de itt mondanám azt, most én vágok közben, hogy nekem nincs kisebb rendőrségi komplexusom, mint személy, persze, hogy van, de hogy, na meg ez egy dolog, meg a másik dolog, hogy nekünk ezek szerint tényleg van valami szilárdság a Károlyal, most, hogy ezt elmondtam, szóval én se vagyok terminátor, tehát bőven van kisebbségi komplexusom egyébként, mert amikor mondjuk szerelmes vagyok valakibe, és ő még mesél arról, hogy neki 60, másik csak, akkor persze, hogy bennem is. Tehát, és tudod miért? Mert a Károly mellett már ezek nem számítanak. Szóval ott tényleg megdolgoztunk egymásért. És azért egy ilyen jövőmenő szerelmes történetben azért ez nem két nap. Tehát azért mondom, 18 év alatt jutottunk el oda. Egyetlen egy esélyem van, hogy mondjuk szerelmes vagyok egy fiúba, de tudom, hogy neki még van rajtam kívül 3 egyéb. Borzalmasan utálom, amikor nem tudom, hogy ki az a 3, szóval attól ki vagyok. Én azt szeretném, hogy mind a 3-hoz, vagy csak most vegyük egyet, oda mehessek, és tudjam, és beszéljünk, és csak az az egyetlen esélye, a féltékenység, mert bennem is van leküzdésre, hogy oda megyek, és megismerem. Milyen szép ez, hogy a monogámiában, ahol ölik egymást az emberek, és valószínűleg az egyik azért, nem hibáztatom a másikat, tehát nincsen bennem áldozathibáztatás, de hogy egy fossá váló, gyémánt alapok nélkül, abszolút emocionális indítatásból megkötött gazdasági szövetség, ami a házasság, és abban van legalább egy olyan fél, aki olyan kisebbségi komplexussal küzd, hogyha te írsz, akkor azt érzi, hogy háború indult ellene, és nem azt érzi, hogy
hogy nem elvenni akarod, hanem adni, egy olyan közös dolgot szeretnél adni az ő párjának, vagy létrehozni a párjával, amiből még ő is profitálhat. 100%. És még egy dolog, az egész mögött azért tudod, az van, hogy én tudom, hogy nekem, én nem hiszek ebbe a szépenségbe, hogy nekem van egy párom, már eleve a szótól is ki vagyok. Tehát én egyedül vagyok, egyedül jöttem, és egyedül is megyek el innen. A monogámoknál van a párom, meg ő igen, egészít ki, igen, de meg hogy vele most... leszek boldog, ő tesz majd boldogá. Nekem ezek a legnagyobb triggerek, hogy bazd meg, legyél önmagad Nem. saját jogodon boldog, egész, és akkor majd a másik kapcsolódhat hozzá, és lehet, hogy közösen létezik. De ezek a Igen. gazdasági szövetségek, ezek azt hiszik, amikor megköttetik, hogy majd attól lesznek boldogok, hogy együtt lesznek. Nem. Nem ettől kell boldognak lenni. És te a hello rákok, és hello 40 Igen. éves fosok, fosbirodalmak, amiben mindenki fosik, és a Igen. végén ott maradnak a diszfunkcionális családok fantasztikus gyermekei. Tehát azt gondolom, hogy egyedül vagyok. Ez tök jó tudni. Amifelé ez az egész tart, ami nekem a szerelem, ahhoz képest ez mind-mind csak felkészülés. A mániám, hogy a szerelem, tehát visszatérve eleve a poliamor szóhoz, nem definiáltuk az elején. Több szerelmiséget jelent, ugye? De mit jelent a szerelem? És ez az elmúlt években én azért nagyon sokat voltam egyedül, tehát ne gondold azt, hogy én itt ilyen szétpasizom magam, nem, tehát ez a barátom, aki most nagyon beteg, vele 3 éve szakítottam, és azóta ez az egyedül, ez az olasz fiú volt, és rengeteget voltam egyedül, laktam egyedül, amikor a fiunk külföldön volt, tehát én nagyon sokat vagyok egyedül. Én nem a párkapcsolatra készülök, hanem a valódi kapcsolatra. És ez alatt az idő alatt én végig a szerelemről írtam, és én egy eszmerrendszer, tehát hogy én megírtam, hogy mi az, hogy szerelem. Én számomra a szerelem a valóságnak, amiről, ami, 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 amire nincs érzékszervünk, ami felfogná. Soha senki nem mondott róla semmit, senki nem tud róla, mégis van. És mégis mindenek pont. Annak, az abszolútnak, a relatívban, ami vagyunk, való tükröződése, egy pillanatnyi felcsillanása, ami azért van, hogy emlékeztessen arra, hogy ami tényleg van, valami eszenciálisan igazi. Ha még tovább mondom, a szerelem az nem a másik, hanem az... Szóval most legutoljára, amikor már felkészültem évekig ebben, passzus átélhettem, kaptam egy lehetőséget, hogy amikor ez megtörtént, akkor tudatában voltam, hogy az meg ez az. Erről írok 3 éve, és most itt van, tehát nem képzeledek, manifestálódik. Ez most már az intimitások intimitásának az intimitása, amiről beszélek, de közben meg miről másról beszéljünk, nem? Szóval mindjárt meghalunk, tehát, és nem mondtunk ki semmit igazán. De ott ültem mellette, és tudtam, hogy most kettőnk között szinte tárgyiasul a szerelem. Tehát a valóság szinte anyagi formát ölt, és nem tudom, innentől eláll a szavam. Ezt megfestettem, ez a csodálatos visegrádos képem, szegény fiút a világból kikergetem, tudom, ezzel az őrületemmel, el tudom képzelni, hogy milyen rohadt sok vagyok, hogy én itt jövök egy normális életbe, akinek eszébe nem jut ilyenek, hogy behozok valamilyen őrületet, és így szétizzok, és szét, tehát iszonyú, elhiszem, ki a faszom van erre felkészülve, én. Azt gondolom, hogy ott volt közöttünk az, van, most is itt van, ami miatt én annak idején, 69-ben meg akartam születni, mert azt mondtam, hogy ha valami miatt ezt a kurva életet kibírom, ezt a, emiatt, mert igenis ebben ez valahol meg kell, hogy találjam,
mert itt van benne, tulajdonképpen csak ez van benne, semmi más nincs itt, ez az egyetlen valóság itt. És ott ültem mellette, és tudtam, és innen jön viszont a mese és a festészet, hála a jó Istennek, ha ő ebből fel se fogott semmit, és szétszégyellem magam, és azóta is azt gondolom, hogy hogy tudom magam így kiszolgáltatni, és így kiadni, és röhelyes vagyok, baszki. Tehát rengeteg szenvedést okoz emberként, hogy miért szolgáltatom ki magam ennyire. De tudod, azért szolgáltatom ki magam, mert a szerelem, szóval, hogy előtt, mert nem is tudom, mert ő miatta mindent ki kell bírni. Igen, azért. Az, hogy a világ nem ért meg, meg kiröhög, az a világ baja, de a szerelem ért engem. És akkor ennek a festménye, amit esetleg így érdekes lenne, hogy be tudnál vágni, a visegrádos festményem, hogy ez az erő, ez, amit én manifesztálni éreztem. Kettőnk között én ott ültem mellette, most is remegek, és azt éreztem, hogy ez így legörgeti a Visegrádot ott a hegyről, és akkora erő, hogy ennek ennyi az, hogy legörgeti a Visegrádot. Szóval, hogy érezzük már meg, hogy ez nem egy kis pályás cucc, ez tartja az univerzumokat, a csillagokat, az összes létező világot. Mi az neki? És ez baszki megjelenik ott közöttünk. Hát minimum, hogy nem tudom, mi a minimum. De hogy ez nem játék. És hát azóta mi van? Hát hülyének néznek, és szégyellem magam emberként. Miközben megtudom, hogy igazam van, mert csak az eredeti ember szerint, az eredeti világban vagyok ilyenkor. Tök jó lenne a másik is érezni ezt ebben a minőségében. Tök jó lenne, ha tudná, hogy ezt nem viszonozni kell, hanem közösen meg kéne ezt az eszement erőt tartani, és közre fogni azt, és imádni. És ezzel rettenetes egyedül maradni. Pokoli fájdalom. Ez van most. Úgyhogy, ja, szóval emberként ez rohadt nehéz, de hát úgy tűnik, ennek van egy ára, hogy az ember a leges legnagyobbra tette fel az életét, és ez nem egy fáklyás felvonulás, végtelenül magányos. Végtelenül magányos szerelmesnek lenni. Végtelenül magányos végül egyedül maradni a szerelemmel, és egyébként arra várni, hogy kibírjam a végéig, és ez emberként nem olyan vicces, főleg így, hogy alig ha érti ezt valaki. Úgyhogy most drukkolj, hogy holnap ezt tovább tudjam festeni, mert nem lenne festés, meg nem lenne írás, én már szerintem megbolondultam volna. Szóval hogy ezt az erőt, ami így jön be, ezt bírni, vinni, ez nagyon fárasztó. És nagyon jó lenne valakivel. Tehát érdemben valaki ezt értené, az a szerencse. Szóval ezért ezt a Károlynak így nyomatom egész nap. De úgy tűnik, hogy ez nekem nem elég. Mert úgy nem tudom, mert nekem az egész kell. És ha egyszer sikerült a Károllyal, akkor én azt gondolom, hogy sikerülhet mással is. Valami földibből, vagy valami praktikusabbról, mert ezt hiszem ez az a téma, amiről én nem tudok többet mondani. Volt egy érdekes mondatod azzal kapcsolatban, amikor meghallgattad a mi podcastunkat a poliamóriáról. Igen, ez ma volt. Ma mentem A-ból B-be autóval, és akkor mondom, hogy végre, mert tegnap küldted, és tegnap még minden. És az illető meséli, hogy x éve, hogy ő monogám. És ez így meghallottam, és hogy ő benne nem merül ez fel. Te gyönyörűen, olyan gyönyörűen elmondod ezt a részt, és hogy tényleg szívemből szólt, és akkor jön az illető úr, aki láthatólag ezt azért nem is arra reagál, amiről te beszélsz. Tehát szerintem nem is hallja, amit mondasz, és a saját védelmében, a saját lemezét felrakja, hogy ő a monogám, és hogy ő ezt nem is érti. Nem emlékszem pontosan, de az volt ott a vezetés közben, mondom, hogy így baszki, ezt nem hiszem, de jó. És akkor elkezdtünk erről már így magánbeszélgetésbe a monogám férfiakról beszélni. Na, ez egy jó téma. Na, mesélj a monogám férfiakról.
Hát szerintem tehát a férfi a nap, ugye? A napnak azért milyen van, sugarai vannak, sokfelé árad. Tehát a férfi az árad, kiárad, ha csak a spermiumainak a szemet vesszük, elég tetemes mennyiségű, ami egy hónapig egyetlen petesejtünkkel összehasonlítva, szóval, hogy a férfi el se tudjuk képzelni nőként, hogy milyen lehet. Tehát, hogy én mivel mondtam, hogy nincsenek nők körülöttem, faszik vannak, tehát én hallom, a férjemet hallom, hogy milyen, amikor így egymás között vannak. Hallom a fiamat, aki 22 évesen, hallom itt, amikor a teraszon a haverjaival beszélget, még mindig megpróbálom befogni a fülem. Hallottam az apámat, az öcsémet, tehát így baszki, tudom, tehát így, hogy mi a férfi. A férfi nem monogám. Tehát a normális, az eredeti férfi az árad. És biológiailag szerintem egyszerűen ő több nőre van szüksége. Több variáció van. Vagy az egyik az, akivel ez, mert somán mondják, hogy az én férjem nem, most az egyik az, aki ezt letagadja, és mindegy. A másik szerintem az most fogok kikapni, hogy milyen hülyeségeket mondok, de szerintem a puha pöcs, aki annyira be van szarva, hogy nem ismer, vagy nem, ezekben segíts, tehát ezt nem tudom. De hogy azt akarom csak mondani, hogy nincs. Így nincs. Vagy az nem férfi. Inkább tudod, mit mondom? Én nem ismerek olyat. Vagy az már nő. Amikor megismerkedek, a legnagyobb szerelem idején is tudom, hogy nem, most lehet, hogy abban a 3 hétben én, de hogy nem én vagyok az egyedüli, nehogy már azt higgyem. Tehát azért érdemes már a 0. percre ezzel gondolkozni, hogy vannak mellettem másik nők, akikkel valahogy kapcsolódnom kell. Tehát még tényleg lobogunk a szerelembe, de én már ezen gondolkozom, hogy majd az hogy lesz. Mert nincs ilyen. Ezt tudom csak mondani, és akkor van a többi, aki letagadja. Életemben egyszer voltam föl egy éjszakát a viszony.hu-n, hát az a féreg fajta, aki csak, hogy az asszony meg ne tudja. Tehát, hogy számomra ez a vállalhatatlan, nem tudom, milyen szavakat használjak. A Károlynak volt egyetlen egy barátja, tehát lehet, hogy, mégis azt mondom, lehet, hogy van egy ezrelék típusú férfi, aki valamilyen másik korból valami eszmét, tehát valami ilyen Dantei Beatrice eszmében ér, tehát hogy létezhet, én még nem találkoztam olyannal. Tehát nem azt mondom, hogy nincs, aki tényleg csak egyet imád, és soha fel sem merül benne gondolatban sem más, én nem találkoztam vele, megadom az esélyét. Mert azt szokták ilyenkor mindig mondani a nők, hogy de az én férjem, de akkor hozd ide azt a férfit majd, akkor én azt megkérdezem. Szóval vagy szeretnék látni egy ilyet. Én nem láttam még olyat. És úgy monogám, hogy 40 éven keresztül, ezt tegyük hozzá, mert kurva könnyű egy évig, meg háromig monogámnak lenni. Dehogyis, tehát hogy nem itt 40, tehát 40 éve, igen, és a 40 évig a férfi, mert azt tudod, ne nekem az gyanús, aki csak a WC-n, vagy most bocsánat, titokba álmodozik, tehát nekem az sem monogám. Hát arra gondolni, hogy de jó lenne vele, csak nem megyek oda. Tehát a gondolati szinten is nincs, nem létezik. Főleg azért, mert a gondolat manifestálódik egy idő után. Akár, de ha még nem is manifestálódik, akkor is. De, mert hogyha nem éli meg, akkor majd az lesz, mint neked volt, egy jó kis prostatarák, egy jó kis gyomorrák, egy jó kis bármi. Tehát manifestálódik az, kérdés az, hogy a nővel, vagy pedig önmagában. Hogy kerültünk ide egyébként emberek, amikor az lenne a cél, hogy a másikban lévő istenibe beleszeretni, és az mindegyikben, tehát mindegyikben az istenibe beleszeretni. Tehát, hogy ez lenne a cél. Azt tapasztalom egyébként, hogy most már nemet váltani tényleg már óvodába lehet, tehát hogy nincs tabu, tehát hogy mindenről tényleg LMBTQ mond a többi betűt, de ez a téma, hogy poliamória, itt vannak a legnagyobb mocskolódások kommentekben, szóval, és végtelen elkeserítő, szóval amit ránk sütnek, amikor azt hiszem elég nyilvánvalóan kifejeztem, a legszentebb dolog,
ott tapasztalom a legnagyobb. Tényleg, olvasd néha el, hogy miket tudnak emberek odaírni.